Folytatjuk az előjúpotést, köszöntünk mindenkit, aki a YouTube-on nézi ezt a részt, feladatotok lesz ezen a héten, mert mi úgy döntöttünk, hogy elhozzuk az NBA jelenlegi 5 legjobb vezetőedzőjét, de ahogy a dolgok 99%-ban szoktak történni, hogy valahogy konszenzusra jutunk, hogy melyik az az 5, most ez nem így történt, úgyhogy 4 lesz majd, és beszélgetünk még egy 5-ről is, és aztán hozunk esetleg elleni jelölteket neki. Arra kérünk titeket, hogy ti pedig YouTube-on a kommentek közé írjátok be, hogy szerintetek kik 5 jelenleg a legjobb vezetőedzők az NBA-ben. Az apropót az adja, hogy 8 évre 120 millió dolláros szerződés hosszabbítást írt alá Eric Spoelstrával a Miami Heat együttese. Ez minden észak-amerikai profi bajnokságot figyelembe véve minden idők legnagyobb totál összegű szerződése. Soha edzővel 120 millió dolláros szerződést még nem írtak alá. A szezonokra lebontjuk, akkor ez persze 15, van, aki ennél sokkal többet kap, az NFL-ben van 20 milliós edző is, de totál összegben ez a legnagyobb szerződés, és emiatt döntöttünk úgy, hogy beszéljünk az 5 legjobb vezetőedzőről. Ha veszünk egy 40-es, 50-es, nem tudom, akármekkora pult, elsőként húzhatsz egy vezetőedzőt magadnak. Nem mondják meg, hogy mi lesz a feladat a csapatodnál, és most bajnok csapatot kell csinálni, újjáépíteni, bármit. Spoelstrát hányadikként húzod? Nagyon könnyen lehet, hogy ő az első. Általában ez a vélemény, hogy Eric Spoelstra jelenleg bizonyos szempontból, mert már látott mindent, mert olyan régóta van ott, ő a legjobb vezetőedző. Azt beszéltünk meg, hogy minden edzőtől hozunk egy szupererőt, ami az ő szuperereje, a szuper tehetsége. Nála szerinted ez micsoda? Én azt hiszem, hogy a megújulás készsége és képessége. Az, hogy valaki ott van 2008 óta ennek a Miami Heatnek az élén, és hogy mi mindig azt látod rajta, hogy van valami új a tarsajába, hogy úgy tud neki menni annak a Miami Heatnek, aminek a kb. A negyedik embertől lefelé a kerete szinte olyan, mint egy egyetemi csapat, hogy egy-két évenként így kicserélődik, és újra kell őket építeni, és az, hogy ebben a szerepben, nem tudom, hogy neked, amikor akár ilyen a céges Csabit nézed, és ugye, hogyha valahol kicsi a fluktuáció, akkor ez egy kisebb probléma, akkor folyamatosan cserélül, és újra el kell kezdeni neki megtanítani azokat a dolgokat, az egy nagyon hamar így kiégeti az ember. És ő pedig ebben valahogy a stábjával együtt tud lubickolni, és nem látod azt, hogy fásult, láttuk már, a régit hozza, hanem még mindig friss a fickó. Én ezt szeretem benne nagyon. És az, amikor 2008-ban átveszi a Miami Heat-et, akkor ő már 13 éve ennél a klubnál dolgozik egyébként. Nekem az első kép, ami vele kapcsolatban mindig eszembe szokott jutni, ez a fekete-fehér videokazettás fotó, mint a pólódon, amikor egy ilyen videokazetta doboz tetejére szemtelenül jóképűen és fiatal, hogy így fogja, és így mosolyog, hogy élete melója lett az, hogy ő videóelemző lehetett. És hát azóta, 95 óta ennél a Heatnél lenni, tényleg Pat Riley meghosszabbított bal jobb keze, bal jobb lába lenni, mert ő most már ez, aki úgy simán tetszett. Szerintem, hogyha holnap azt mondaná Riley, lehet, hogy ezt is mondja bizonyos hónapokban, figyelj, csináld, akkor ő csinálja, és viszi a Heatet úgy, ahogy az Pat Riley elképzeli, és amit megmondasz, hát most megnéztem, hogy a Miami Heat, ugye most, hogy mostanában nincs Hero, nincs Butler, nincs Lowry, olyan játékosokkal játszik ez a Heat, és időnként tud nyerni, mint egy jó Orlando ellen 3 ponttal pár napja, hogy Jovic, akiről azt magyarázkodott 3 hete, hogy hát igen, tényleg nem olyan jó van, hogy G-League-ben van, hogy fönt van, de szépen lassan, hát most a kezdőötösben van, Robinson, akit már el akartak cserélni, nem tudom hányszor, hogy már mindjárt el fogják küldeni, és ez csak a kultúra, ez csak a Heat kultúra, ami mögötte van, aminek ő a tökéletes szimbóluma már. Igen, az a felhatalmazás, amit ő ad ezeknek a játékosoknak, és az önbizalom, amit beléjük pumpál edzéseken és minden egyes beszélgetésen, hogy a Robinsonok, a Highsmith-ek, és még meddig lehetne sorolni ezeket a tényleg a Martinok, a Strusok, a Gabe Vincentek, csak az elmúlt időszakból, akik a Heatben a semmiből valakik lettek, ezek mind-mind elképesztők, és mellé meg az olyan kis szakmai facsarások, hogy a Miami Heat most már szabad szemmel látható arányban rengeteget zónázik például, tehát hogy ez a szakmai frissítés is abszolút ott van bennük.
és hát nem mindenkinek való, ez mindig Iguodala fog erről meg eszembe jutni, aki ugye elmondta, hogy amikor megérkezett a hídbe, első edzés előtt mondták neki, hogy na, itt a térdvédő, itt a könyökvédő, mondta, hogy hülye vagy, nekem, nekem nem kell, de kell, hidd el, az itteni edzésekhez neked ez kelleni fog. Nem mindenkinek való, de Erik Spoelstrának nagyon. Aki pedig Erik Spoelstrát legyőzte tavaly, az nem más, mint Michael Malone, a Denver Nuggets vezetőedzője, akit szintén simán első körben beválasztottunk ide. Az ő útja azonban egészen más. Egy nagyon-nagyon kemény kötésű fickó Michael Malone, egy nagyon konok, egy nagyon határozott ember, ez távolról is látszik, nem mintha túl sok lenne határozatlan versenyző, és ő azt mondta, hogy Pat Riley mondását tűzte ki az első Sacramento időszakában az öltözőbe, valami ilyesmi volt, hogy az NBA-ben először senkiből kell lenned valaki, aztán valakiből kell lenned győztes, aztán győztesből kell lenned bajnokesélyes, bajnokesélyesből bajnok, és bajnokból dinasztiát kell tudnod csinálni, és most éppen azon van, hogy dinasztiát csináljon, és ki az, aki azt merné mondani, hogy nem fog? Maximum a kispadja. Mester, nekünk ez nem... De igen, én tényleg azt gondolom, hogy nagyon jól áll majd ennek a Denvernek, hogy a rájátszásban szűkülnek a rotációk, mert ott azért azt hiszem, hogy nem veszik fel a versenyt a távozók miatt az NBA krémjével, viszont a kezdő ötösüket meg nagyon kevés más csapatéhoz mérhetett hozzá. Rengeteg olyan tulajdonsága van, amiért kiemelhetném. Én amit most kiemelnék szupererőként az, hogy egy olyan csapatban, ahol igazából nincsen hangos ember, ő az, aki csinálja a tüzet. Ő az, aki a nyilatkozataival, a sajtótájékoztatón belerakja azt a stenket a csapatba. Igen. És amit idén csinál a Denver Nuggets, az is azt mutatja, hogy ez a csapat pontosan tudja, hogy hány kiló. Ez a csapat pontosan tudja, hogy ott lesznek a végénél, tudják, hogy Jokiccsal olyan előnyük van, hogy ők igazából itt kosarazgathatnak az alapszakaszban, ha egy picit nem tetszik a tabella, akkor rálépnek a gázra, és majd mindjárt úgy fog kinézni, ahogy ők azt szeretnék. Én a büszkeségét és a küzdőszellemét hoztam el szupererőként, hogy ez egy végtelen konok ember, és ezt emeli ki vele kapcsolatban. Portertől olvastam egy interjút, hogy Michael Malone-ról az mond el mindent, hogy az előző szezonban az alapszakasz 81. mérkőzését a Denver Nuggets elvesztette. Olyan üvöltözés még öltözőben nem volt, mint amikor bejött Michael Malone, és lekapta őket a 10 körükre, és hogy a francba képzelik, hogy ezt a meccset elengedik. 27-ig szól a szerződése, Jokicnak is 27-ig szól a szerződése. Én azt gondolom, hogy ha van csapat, amelyikre rámondjuk, hogy lehet ez egy következő komoly dinasztia, én a Denvert most simán aláírom. Igen, ugye majd nézzük meg, hogy mi történik a buyout piacon, tehát én tényleg azt gondolom, hogy azért a Denvernek ott meg kéne próbálnia aktívnak maradnia, hogy azokat a lyukakat be tudják tömni, amit ott hagyott Bruce Brown, meg ott hagyott Jeff Green, mert a fiatalok mostanában kezdenek el fellépni, és még van idejük, hogy odaérjenek a playoffra, ehhez kétség nem fér. Full egészségesen ez a Denver Nuggets ebben a szezonban is a bajnokság egyik esélyese. Viszont azt ne felejtsük el, hogy közben pedig az ő útjuk olyan szempontból a legnehezebb, hogy a bajnok ellen mindenki kétszeresen, meg háromszorosan készül, úgyhogy ezt meg kell szokni egy bajnok csapatnak, hogy erre odafigyeljen. De amit te mondtál, azt én is azzal támasztanám csak alá, hogy ha emlékszel még, pont ugye tegnap lehetett látni Chicagóban Phil Jacksont újra, hogy Phil Jackson volt sok egyéb más edző mellett egyébként, aki amikor nem ment a csapatnak, akkor hagyta őket, hogy majd a pályán ők oldják meg a kérdést. És Michael Malone pedig előfordul, hogy ilyet csinál, de az is előfordul, hogy fél idő után visszajönnek a pályára, és a harmadik negyedből hátra van még 10 perc, 58 másodperc, és kikérte az idejét, mert az első két támadás nem tetszett neki, az a hozzáállás, mentalitás, és ez az a bizonyos szempontból rövid pórász, de egyébként megérted Nikola Jokicot, ha megnézed, érzed bármikor úgy, vagy amikor Michael Porter bereáll egy dobásba, hogy ő rövid pórázon lenne? Nem, tehát minden játékos, amikor játszik, akkor azt játszhatja, amit tud, de vannak bizonyos elvek, szabályrendszerek a háttérben, aminek viszont meg kell felelni Michael Malone-nál, és miközben azt látod rajta, hogy nagyon jó a viszonya az összes kulcsjátékosával, és ebből a szempontból
picit players coach, de ott van benne az a régi módi edzői iskola, és nagyon durva, hogy ő egy évvel lépett hivatalba Steve Kerr után a Golden State Warriorsnál, tehát olyan edzőről beszélünk megint csak, aki kvázi NBA szinten ugyanabban a csapatban veteránnak számít. Nem számít veteránnak a jelenlegi csapatában, viszont egy valamiben nagyon kiemelkedik Nick Nurse. Összesen 5 olyan edző van az NBA történetében, az imént említett Steve Kerr az egyik, akik első szezonjukban vezetőedzőként bajnoki címet tudtak nyerni. Nick Nurse ezt megcsinálta a Toronto Raptors-szal, és Nick Nurse nagyon sokszor, és nagyon igazságtalanul kapja meg szerintem azt, hogy persze Kawhi Leonard megcsinálta a pályafutását Nick Nurse-nek. Az első szezonjában egyszer Torontóban bajnokként bizonyított, most a Philadelphiában azt bizonyítja, hogy nincs Harden, és akkor mi van? Megint csak nem volt vita köztünk, hogy Nick Nurse-nek itt kell lennie. Van. Nick Nurse-nél sok mindent elő lehetne venni, én azt gondolom. Szerintem egy nagyon szerethető fazon, neked szerintem kedves hobbikkal, nagy gitárvirtuóz, ugye, de amit én kiemelnék vele kapcsolatban, hogy el tudta hozni az NBA-be ezt a college amerikai foci vibe-ot, hogy olyan figurákat, meg olyan megoldásokat húzott elő pont egy bajnoki döntőben a Golden State Warriors ellen, amit nem láttál ezelőtt, vagy előtte kb. Soha az NBA-ben, amikor egész pályára kimentek Steph Curry-t fogni. Tehát, hogy a fickó nagyon sok szempontból ilyen szuper unortodox, és amikor van két olyan játékosod, és milyen jó ez a nem egyes poszton és ötös poszton, hogy mind a kettőt képes és hajlandó eltolni az extremitásig, akár használatban, akár dobás kiválasztásban, és egyébként milyen jól áll ez annak a Philly-nek, amely az ő vezetése alatt a liga átlag fölött valamivel védekező státuszból a liga top védelmei közé tudott felemelkedni, mondom még egyszer úgy, hogy Tyrese Maxey-nek hívják az egyik játékosát, és a valami Harden távozása után is ott maradt ilyen Damoklész kardjaként a fejük fölött, hogy oké, hogy mész neki ezen a szezonnak úgy, hogy irányító poszton Tyrese Maxey a védő? Így, és így vagy a harmadik védekezésben. Én érdekes, hogy pont első példaként egy olyat hoztál vele kapcsolatban, ami szakmai kérdés, hogy egy nagy döntőben, amikor kimész egész pályázni Steph Curry-re, most pont befelé a JJ Redick-es, még 2022-es nyilatkozatát hallgattam meg Nick Nurse-nek, és abban mondta azt, ami engem teljesen meglepett, főleg, hogy ezt Nick Nurse mondja, hogy az edzői munkának szerinte, és ez egy nagyon határozott szám az ő esetében, 15%-a a taktika. De az a 15% az brutálisan fontos. És az az időd nagyon nagy részét elviszi, de egyébként a melónak a 15%-a szerinte csak az, ami a taktikára épül. Az első három fickóban van olyan nagyon közös tulajdonság? Szerintem van még akár a negyedikben is. Én mindegyiket nagyon normális embernek tartom, meg úgy kiegyensúlyozott embernek. Tehát nagyon, nagyon kevés, pici amplitúdó. Kárlán már egy picit ki fog lógni szerintem ebből a szempontból, de elég pici amplitúdóval mozog az ő érzelmi skálájuk, ezen gondolkoztam. Azért Melón is, meg Nurse is ki tud borulni. Igen? Nagyon csúnya. Hát a Nurse-ről, hogyha rákeresel, olyan gifek vannak róla, hogy sírzokok. De az inkább befelé, nem? Igen. Nagyon-nagyon-nagyon jó csávó mindegyik, és Rick Carlisle is, aki a negyedik tuti befutó a listánkon, valami eszedbe jutott. Most kezdtem el nézni. Hát igen. Hogy mi lesz, hogyha holnap előjön, hogy csak fehér edzőt hoztunk. Nem teheti, akkor bekerülünk abba, akkor a tulajdonosokkal egy lapra kerülünk, akiket mindig azért piszkálnak, hogy fehér edzőket igazolnak. Nem tudom, mit csinálni. Spolstra tudom hozni azért, jó? Igen. Szóval talán sokakat meglep ez a név, már csak azért is, mert már idősebb, régóta itt van, nagyon régi motoros, de nem Greg Popovichnak hívják. Rick Carlisle-t, az Indiana Pacers vezetőedzőjét, aki másodszor irányítja az Indianát. Az aktív edzők közül a második legtöbb meccs az övé az NBA-ben Greg Popovich mögött. 2001 óta van itt, és szerintem kevesen hallottak róla, akik mondjuk az elmúlt 5-10 évben kezdték el követni az NBA-t, mert amikor Rick Carlisle-ról igazán sokat beszélgettünk, az a Nowitzki-féle Dallas Mavericks volt. Igen, és
Mari, a következő neven fogunk sokat vagy néven fogunk sokat vitatkozni. Rick Carlisle-t azért nekem jelentős részben a múltja repíti be ebbe a székbe, de közben, hogyha az ember megnézi, hogy kik jelenleg vezetőedzők az NBA-ben, nagyon sok az elsőállásos, és eleve nagyon sok, aki mindössze egy-két éve van az állomás helyén. Tehát ha megnézed azt, hogy 2020 óta, vagy most hát 2000, igen, 1-2, 5 olyan edző van az NBA-ben, aki 2020 előtt már ott volt a csapatánál. Van, aki régi motoros, mint Tom Thibodeau, de hogy még nem feltétlenül tudták magukat megalapozni. Tehát Carlisle rész a régi csapatában, amit a Dallas-szal összerakott, hogy pont azzal a Dallas-szal tudott nyerni, ahol azért azt hiszem, hogy voltak mind nyugaton, mind keleten összességében erősebb keretek. És ennek ellenére náluk volt meg minden, ami kellett. Most egy olyan edzőt hozunk ide, akinek a csapata 27. védekezésben, ami szerintem azért valahol kizáró kéne, hogy legyen, de elsők támadásban. Ez a Pacers projekt nekem egy kicsit ilyen veszett fejszennyelet volt, amikor elvállalt. Mondom, mit lát ebben, hogy miért nem megy el? Nem a nyugit. Csak kosárlabdázni kell. Igen, és ehhez képest, ami vele kapcsolatban elhoztam, ami nem feltétlenül szupererő, de az a szintű kivirágzás, amit Halliburton a keze alatt mutat, az a rendszer, amit köré épített, az azért azt gondolom, hogy egészen kivételes, és ezt nem tudnám bárki megcsinálni, és ha mellé teszed azt, hogy hogyan, ahogy már Spolstra kapcsán is beszéltük, farag nagyon komoly rotációjátékosokat Nimbardból vagy Neesmithből, az szerintem mindenképpen kiemelendő, hogy ezt a csapatot hogyan tudja kiegészíteni olyan nevekkel, akiket nem hiszem, hogy olyan örülcsakan kapkodtak volna, akár még az idei szezon előtt sem. Én hozzáírtam föl azt, hogy ez nem is szupererő, de ami engem vele kapcsolatban nagyon kellemesen meglepett, mert én Texas Rivalry ide vagy oda, én mindig nagyon bírtam Rick Carlisle-t, de hogy a fene gondolta volna, hogy a 2023-24-es szezon leglátványosabb támadójátékát produkáló csapatát ő fogja vezetni, amelyik tele van fiatalokkal, és szerintem való ez a szuperereje, hogy az hagyján, hogy nagyon sokat kihoz olyan játékosokból, akiben nem biztos, hogy mindenki ennyit lát, de hogy ezek szinte mind fiatalok. És azért a Mavs-nél is ő nagyon sok fiatalnak adott lehetőséget, volt újonc első éves kezdő irányítója, nagyon, nagyon jó ebben, hogy ő így felkarolja a fiatalokat, és hát a leglátványosabban játszó csapatot ő hozta nekünk ebben a bajnokságban, úgyhogy lehet, hogy vele például ti vitatkoztok, de akkor írjátok meg, hogy ti kit hoznátok helyette, mert az biztos, hogy mi Greg Popovichot erről a listáról most lehagytuk, mert nagyon jó, tehát ha történelmi távlatokban kell nézni az NBA egyik legjobb, történelmének egyik legjobb vezetőedzője, de az elmúlt időszakban 2014-es bajnoki cím óta nem tudom, hogy tudtok-e mondani olyasmit, amit kaptatok tőle, most pedig erről a szezonról beszélgetünk, 23-24-ről. Viszont nem tudtam nem elhozni én valakit, egy ötödik helyezettet, aki viszont 2015 óta a legeredményesebb vezetőedző az NBA-ben, nyert 4 bajnoki címet, és idén borzasztó nehéz helyzetben van. És egy borzasztó komplex helyzetben van nem csak ő, de az egész Golden State Warriors, mert az ötödik név Steve Curry. És ha engem Baska meg tud lepni így szűk 20 év ismerettség után, akkor az most történt meg, amikor te azt mondtad, hogy Steve Kerrt én az első 5-be elhozni most nem szeretném. Igen, mert amit elmondtál, hogy nagyon nehéz a helyzete, annak szerintem elég jelentős részben ő az okozója. Részben ő az okozója annak, hogy Draymond Green korlátok nélkül tombol a pályán, mert éveken keresztül ezt elnézte neki, elfogadta neki, felmentette olyan szituációban, ami nem kellett. Ő az okozója, mert ragaszkodik olyan régi jó motorosokhoz, akik hozzásegítették a régi bajnoki címekhez, és ezért nem engedi kibontakozni a fiatalokat, és most már összerakod azt, hogy hány fiatal hervadt el, vagy senyvedett a keze alatt az elmúlt években, mondhatnám Poole-t, mondhatnám Wiseman-t, most jelenleg ez a Kuminga, Moody szituáció is minden csak nem megnyugtató, tehát szerintem ezek alapvetően problematikus sztorik vele kapcsolatban, és mellé pedig felvett nagyon sok olyan szokást, ami szerintem lehet, hogy jobb emberré tette őt, meg jobb polgárjogi harcosként tette őt, polgárjogi harcossá tette őt, meg idézhető és a social médiában szuperül agregálható figurává tette
tette őt, de nem jobb szakemberré. Szedjük szét, Draymond Green. Okay. Draymond Green, ami most történik, az biztos, hogy az ő hibája is vastagon benne van. De hogyha Draymond Green 2015 óta tudta kordában tartani Draymond Green-t, akkor az, hogy ő idén már erre nem képes, elképzelhető, hogy nem lett volna ebből 4 bajnoki cím. Tehát szerintem az elmúlt 8 évben biztos, hogy rengeteget tett azért Steve Kerr, hogy Draymond Green azért egy bajnok csapatnak többnyire hasznos, inkább hasznos, mint haszontalan tagja legyen. Tehát én szerintem, és ez összefügg a következő problémával, amit a fiatalokról mondtál, én azt gondolom, hogy nem az ő hibája, hogy a fiatalokkal nem tud mit kezdeni. Én azt gondolom, hogy ha van egy vezetőedző, aki nagyon fiatalon oda kerül, megkapja a lehetőséget, és azonnal bajnok lesz, és azonnal dinasztiát épít, szerintem egy teljesen természetes folyamat, hogy ragaszkodik ezekhez a játékosokhoz, nem akarja elengedni őket, beleszeret a sikerbe, beleszeret abba, hogy ő Curryvel, Thompsonnal, Greennel és ezzel a maggal, hol Durant-tel, hol Durant nélkül, de dinasztiát épített, és az egész világ a lábaik előtt hevert, és én azt gondolom, hogy a vezetői szinten ezért történt meg a váltás, hogy ezt vegyétek el tőle, mert ő ezt egyedül nem tudja megoldani. Most már ezt hamarabb, igen, és ezt hamarabb meg kellett volna húzni. Én azt hiszem, hogy a tulajdonosnak itt kellett volna hozni egy olyan döntést. De Myers maga akart elmenni. Hát értem, de hogy hozni helyette valakit, Myers helyett valakit, aki hozzá fog nyúlni ez a csapathoz, és aki azt fogja mondani, hogy figyelj, itt fognak megöregedni a környék, ez nem fog menni. És rá tudja beszélni Kurt arra, hogy inkább előbb, mint utóbb nyúljunk ehhez hozzá, mert ez nem fog működni. És én Kurt ebből a szempontból én tökre megértem. Hát én meg azt gondolom, hogy ha valaki, akkor neked nem kell csetelnem azt, hogy Greg Popovich kvázi ugyanazt a magot hányszor gyúrta át, hányszor helyezett át súlypontokat. Tessék? De ő is. Értem, de ahogy egy Kawhi Leonard pár év alatt annak a csapatnak a vezére tudott lenni, akit mindenki más a nagy nevek közül a végén már helyjel közel kiszolgált. Ezt én nem látom ebben a mostani Golden State Warriors-ban. Tehát az a csapat kb. Ugyanazzal a maggal négyféleképpen tudott játszani. Steve Kerrék egyféleképpen tudnak játszani, és ez piszok módon megnehezíti. Tehát ehhez tényleg, és, tehát, hogy mint amikor minden következő barátnődben az első szerelmedet keresett. Tehát, hogy Thompsonnak, Currynek, meg Greennek olyan kémiája volt együtt, hogy az valami egészen elképesztő. Oda beteszel bárkit, aki fiatal, és fiakot, odamész, és már jön a labda, és nem tudják megtolni, nem tudják leedzeni, nincsenek, nem együtt nőttek bele ebbe az egészbe, és pontosan emiatt én értem, hogy miért nem játszatja a fiatalokat, mert rosszul néznek ki abban a rendszerben, amit ő ezzel a három fickóval... De más rendszerben jól néznek ki azóta, akik elmentek? Jordan Poole-nak jól áll az, hogy elment és... Hát az, hogy Jordan Poole milyen állapotban ment el ebből a csapatból, az most nyilván... Azt nehéz van, se tudja megmondani. Hogy... És igen, és Wiseman is ki tudja, hogy hol van és mit csinál, őt mondjuk minek kell ledraftolni, ezt is mondhatnánk. Ebben is igazad van. Tehát, hogy én nekem valahogy most vele kapcsolatban, hogyha, és megint mondom, hogyha nagyon néznénk ugye a legacy-t, akkor Popovichot se hagynánk. Persze. Ha Popovich kimarad, akkor szerintem Kerr is kimarad. Hogyha körben van, akkor szerintem Popovich is benn van, vagy valahogy így. Viszont akkor egy féljelöltet hozol? Na és ekkor kerültem igazán bajba, akkor mondtad, hogy jó, akkor hozzak valakit. Pontosan amiatt, amit mondtam, hogy rengeteg az első csapatos, meg a nagyon régóta állásban lévő, és én vettem egy nagy levegőt, és azt mondom, hogy legyen Chris Finch. Legyen Chris Finch, akinek egy piszok rossz lapot osztott az élet azzal, hogy meg kellett próbálnia összeboronálni egy pályán 48 percre egymás mellé Gobert és Karl Anthony Towns-t, és ezt sikerült megoldani, hogy emellett párhuzamosan folyamatosan tudja fejleszteni és terhet pakolni Anthony Edwards-ra, elvéve egyébként feladatokat Karl Anthony Towns-tól, aki nem látszik, hogy ezen olyan borzasztó módon közben kiakadna, és ezek az apró gegek, hogy a múltkor leültette a csapatot. Milyen már megint? Olvastad ezt a sztorit?
És ugye megint, és megmutatta nekik az előző meccsen, milyen jól védekeztek. És hogy ez annyira cuki húzás ez, hogy és nézték saját magukat, hogy basszus, hogy tényleg ott a munka, hogy nem letolták végre őket, hanem, és nem azt mondták el, intézték azzal, hogy srácok, hogy szép munka, menjünk haza holnap majd, hanem hogy megmutatta ezt nekik egy olyan szituációban. És az, hogy egy Minnesota Timberwolves ezek után Gobert nélkül egy hosszabbításos thrillert játszik Bostonban, a liga legjobb mérleggel rendelkező csapatában, úgyhogy azt gondolom, hogy ő ott jó szálakat húzogatott. Sok jelölt közül felé mentem el, de ide azért még neki is sokat kell tenni az asztalra, hogy olyan egyértelmű jelölt legyen, mint Nurse, Carlisle, Malone vagy Spoelstra. Írjátok meg, hogy ti kiket gondoltok, írjátok meg nekünk kommentben, várjuk természetesen, méghozzá nagyon, hogy körnálatok befér vagy nem fér be, miért fér be, miért nem fér be, rengeteget lehet erről szerintem vitatkozni. Mi most tartunk egy rövid szünetet, és aztán az éjszakai mérkőzés főszereplőivel folytatjuk.